Hello mindenkinek, Ratchet vagyok, az folytassuk a Gothic 3-at, és ott tartottunk, hogy itt vagyunk a Morassuli romhalmaznál. Ahol igazából konkrét elképzelésem nincs, hogy mit fogok csinálni, de valami. Annyit maga biztosan mondhatok. Először is mondjuk körülnézek, hogy hol találok érdekes dolgokat. Semmi, itt viszont van egy kőtábla. Robar hid the key, but the beast tracked him down, and Robar felt behind him, and there he found a sword. He took it, and killed the beast with one stroke. Okay, ősdudásunk már lassan a százat is megközelíti, ami, elég jó, és a zenétől még mindig megsüketülő. Jó, most már kevésbé. You should go now. You better go, otherwise we'll get in trouble. Itt milyen templomrendszer van, ez tök jó. Semmi ezt a kupát nem tudom fölvenni, vagy inkább váza, de mindegy. Jó, még itt jobbra volt, még egy járat, itt valami, netán, semmi szerintem. Jó, semmi az ég ott a világon, jó van. Akkor egy rabszolga, még egy rabszolga, még egy rabszolga, még egy rabszolga, ez egy gyógyító gyökér volt, oké. Ez meg egy ásó, köszönjük szépen, ez nekem nem kell, hogy őszinte legyek. Ó, ide nem néztem be. Azt hiszem. Vagy már benéztem ide, nem itt van egy kőtábla. Ha ezt nem vettem észre, akkor valószínűleg itt még nem jártam. Jó van. A bejáratom olyan meg hol lehet? Te mi vagy? Harcos. Szia! Azt is. Pont a másik oldalon lesz a bejárata. Ezek szándékosan szivatnak. What do you want? Put away your weapon. Nyugi. Yeah, Mora. Get harcos, harcos, harcos. Még egy ásó. Ez, bosi, ez már egy kapa. Jól van. Láthatóság kedvé. Felderítő, harcos. Benne is gondolom semmi. Van valami érdekes ember? Vagy ork? Vagy valami? Semmi, ez tök jó. Make yourself useful, Mora. Az ott lenne egy ork. Put away your weapon. Itt a bejárat. Szia, hát te meg. Damn it! I'll never be able to pull this off. What's your problem? I'm not getting any further with my search for the divine artifacts. The desert beasts are eating my slaves. The temple is made of ancient, massive stone. I cannot tear it down. I could get inside through the gate, but I'm still missing a few keys. This is really exasperating. I'm afraid we cannot enter the temple if we don't have the other four keys. Néhány kulcs hiányzik. Jó, mindegy. Yusufra? About Yusuf. Who is Yusuf? Amora? He's a thief, and there's a bounty on his head. The whole town is full of thieves. You want to collect a bounty? You can do that or not. I don't care. Okay. Do you believe that this temple contains a divine artifact? I bet it does. If it isn't in this monument of the ancient ones, where else would it be? I see. Okay. You've got problems with desert beasts? Those beasts are everywhere in the fields of ruins. The fearless ones are the worst. Those beasts are not afraid of my warriors and keep attacking my camp. I need to get back to the camp and check on everything there. Majd elintézem. I will take care of the fearless desert beasts. It would be nice if we didn't have to watch our backs all the time. But be careful and don't lure them into the camp, right? You will find the beasts to the east of the temple in the fields of ruins. Okay. Tell me more about the remaining keys to the temple. We need five keys in order to open the temple. I found one of them among the ruins, so four are still missing. And I need someone who can move among the Moras without drawing any attention. You could be that someone. What are you getting at? The Moras are stealing my artifacts and taking them to Morassul. The keys will be there too. I want you to find them. Yo. Why don't you go to Morassul yourself? That city is full of sneaking thieves. Okay. If I go there, they will steal my key as well. No. No, I'll stay here by the temple and guard the one I have. You're a Mora. One of them. You will go to Morassul. Bring me the other four keys to the temple.
Szóval nála van egy darab, annyi fix. Itt van a templom, jó, jó van. Jó, körülnézek, hogy mit találok erre. Itt van valami neves ork ember, valami. Semmi, ahogy elnézem, hát ez tök jó. Harcos, 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 te esetleg... Leave me alone! Elit harcos, tök jó. Azt mondta, hogy keletre. Előttem van észak, hátra mögött, de balra leküszik, jól betérkedik. Kél, szóval erre kell jönnünk. Ó! Oh. Versenyző! Oké. Okay. Annyi félrefordítás van, hogy ez már nekem fáj. Na mindegy. Jól van, akkor kezdem itt egy mentéssel. Racer egyébként a nevük, de... De az nem csak versenyzőt jelent, hanem nagyon sok más is. De ezek egyébként rendes Shadow Beast-ek. Majd értem árnyékutók, amik ilyen sivatakhoz alkalmazkodottak. Hey, what's up? Ping! Ping! Ááá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 á Jó, pipa. Valószínűleg még van itt egy pár. Hopp, szia. Bátor sivatagi verseny. Hogy lehet ilyen rossz? Ah, mindegy. Tehát itt nem érdekel. Egyébként ezeket is be lehet pont szakítani, hogyha nagyon jól csináljuk. Hey! Hey! Jó. Ugor, gyerünk. Jó. Jó. Megölni csak nem fognak. Ó, ott is egy. De tudok mit? Gyorsan felkajolom magamat, mert ezek azért sebeznek úgy igényesen. Vagyok elvileg még van olyan... amulettem, ami még védtések ellen. Én szerintem egyébként ennyi a maximum, amit ezt tudok szedni. Ja, amúgy most nézem, hogy még az ősök kardja is... az is ad plusz védelmet. Így van összesen 247-es védelme. Nem kéne is az. Mi? Mi jött rám? Valami rám megrózott. De mi? What? Okay. Ó, itt is már egy. Tehát amit? Megpróbálom ezt a kétkardos taktikát. Oh. Hát, nincsen pajzsom és... Oh. Nincsen pajzsom és instant fellök. Hát ez tök jó. Még nem sebez rám így már semmit jóformán. Ennyi páncélzattal. De ez akkor is, hogy is mondjam. Ez így fura. Áó. Jó? Hát ez... Ez tényleg nem sebez nagyon, de egyszerűen irritálom, mert amikor nincs pajzsunk, akkor ilyen könnyen fel tudnak neked lökni. Ez undorító így. Nem jó, pajzs nélkül én nem. Pajzs nélkül én szerintem inkább nem. Azért vitt el annyira a páncélzatunkat, mert levettem az egyik kardomat, most jutott eszembe. Ez tök jó. Kosár, szia. Jó, mindegy, ennyi volt ez a kis küldetés. Egyáltalán nem vészes amúgy. De kíváncsi voltam, hogy mit tudok így kezdeni magammal, hogyha két kardot eszek föl, de úgy tűnik ezekkel nagyon-nagyon nem jó. Hol van a barátom? Itt van, itt van. The fearless desert beasts are dead. The beasts are dead. Good. Suddenly things don't look quite so hopeless around here. Here, take this as a reward. Na mit adni? Ez az aranyot. Ó, 5000 XP. Nem rossz, nem rossz. Itt van semmi. Viszont teleportálok vissza Morászulba. Nem Morászul. Azért teleportálok, mert egyrészt dolgon is sokkal lassabb lenne. Másrészt meg igazából... Don't cause any trouble. Itt van egy pár küldetésünk, amit még nem adtam le. Mondjuk pont így elsősorban pont erre lefele kéne mennem. Hiszen szerintem megint visszateleportálok a fenébe. Nem tudom, hogy ez mi... Na mindegy, Merre volt megint a leút?
Erre lefele? Nem, ennél még arrébb, ahogy elnézem. Az itt nem, hogy a teleport fő az konkrétan odahoz, ahol lesz lenni. De ezek szerint tévedtem, így lesz majd valamerre a lefele út. Mindjárt meglátom. Lehet, hogy pont a rossz irányba jöttem, na mindegy. Előfordul. Hamarosan már csak elérünk odáig. Miért azt mondja, hogy volt egy küldetésünk orknárokkal, őt el kell kísérnünk a morászói romokhoz. De ha már egyszer van egy ilyen küldetésünk, akkor amondó vagyok, hogy majd az lendületem esélyt, mikor vissza kell mennünk a romokhoz. Jó, erre. Egyébként, hogyha az ellenkező irányba indulok, akkor szinte rögtön ott lettem volna, de mindegy. Elnézzük. Semmit. Sőt, szerintem egyébként tényleg idehoz eleve a teleportkör. Na mindegy. Itt van egy srác, akinek az őreit megöltük. Igen. I did away with the guards. Excellent, Father of Vigor! Naturally, you have earned a reward. Now, if you bring back my gold as well, you can be sure of my undying gratitude. Itt van a 700. Here are your 700 gold coins back. Thank you, Father of Prudence. 75-ös hírnév, meg is van. Meg is van a kellő hírnevünk. My prayers will go with you on every scorched path that you walk, my friend. Semmi egyéb érdekesség. Hát jó, tehát amit teleportál kis vissza, és meg fogom nézni azt, hogy melyik a jó. Ez Morasul, jó. Szóval, ide jövünk teleporttal. Aha, itt kellett volna lefele jönnöm. Really? Komolyan, körbeszaladtam az egész várost. Na mindegy, nem érdekel. Never drop your guard. I'm tearing out roots and rocks. We can talk later. Jó, itt van Gonzálesnek a helye. Nazib igazából. Can I talk to Gonzales? Gonzales is very impressed with your deeds. If you ask me, you will go far with the Hashishin. If you keep this up. Thanks. That's what I wanted to hear. It is best if you go straight to him. He's expecting you. Jó van. Mindjárt. Volt még egy küldetésem. Ja, igen. Kafu's former guards are history. Good work. I knew you could do it. You also get a fat reward. Gonzales will be proud of us. Jó, megtaláltam Ramirez. I found Ramirez. Good. Where is he? He's dead. Ningal is bound to find it interesting. Igen, Ningal. You'd better tell him yourself. So see to it that Nasib lets you in. Here is the promised reward. 250 arany. Jó. Igazából ez volt a lényeg, hogy ezt a küldetést leadjam. Most már nyugodt szívvel megyek Gonzaleshez. Ernesto. Let me pass. You can go in. Okay. Jól van. We're keeping an eye on things. Ningal. So you rendered Morasul a great service. Then you probably also know that the Hashishin Ramirez has disappeared. What can you do for me? Because you have proven capable, I will teach you the art of magic. Chucky. Okay. I found Ramirez in the field of ruins. He is dead. That is extremely regrettable. The ruins are very dangerous. But he knew the danger. He could appreciate it. I cannot imagine that he was eaten by sand crawlers. Hát az biztos, hogy nem. His death is connected to his mission. Here, this is for you. Jó van. What was Ramirez's mission? A shipment of raw ore was stolen from Benzala. Some of it has surfaced at the merchants here in Morasul. I put Ramirez on the matter. He was following a clue. He believed he had found the ore thief, and he probably had. You believe that the ore thief is also the murderer. I want you to stay on this matter. Oh, find his killer and avenge Ramirez. But be sure that you catch the right one. Jó, igazából most tudom ki az, de az egyetlen egy gyanús ember, akit találtunk. We can talk later. Egy nehéz láda. Hopp, egy nehéz láda. Ez még nehéz azt tenni. Someone is attacking our cities. Igen. Once we find the guilty party, we'll make short work of them.
Have you come to bring me a present? Igen, ezt azért jegyezte meg. Ezt azért jegyezte meg, mert felszabadítottuk el Shadimot. So your effort shall be rewarded. Let us talk. Na, szóval, ugye Elshadimot az orkok és a fejvadászok uralták, de mi felszabadítottuk és ezt jegyezte meg, hogy rossz hírek. Azt mondta rossz híreknek, mert ugye a nomádok kezébe került az a terület. És hogyha ugye három helyet felszabadítunk, tehát mondjuk én felszabadítom Elshadimot, Bragát meg Lágót, akkor például megszólal, hogy rossz hírek, minden gyanús személyt rögtön ki kell végezni, és nekünk esik az egész város. Ez csúnya tud lenni. Miért vagy ilyen hak? Na mindegy. And how can I help you? Do you know anything about the keys? All right. We are both businessmen, and therefore I don't want to beat around the bush. One of the keys is in my possession. A negyedik. Ho, mit kérsz a kulcsért? Mondom, mit kérsz a kulcsért? What do you want for the key? The orcs want the artifacts of the ancient ones. They're leaving no stone unturned in the desert. They would pay any price to get into the deepest sanctuaries of the ancient ones. Therefore, this key is worth a whole lot. Given current developments, csak 10,000. I would relinquish it to you for 10,000 gold coins. That is a steal, in my humble opinion. What do you think? Ez semmi. Nem támadjuk meg. Annyi olyan vagyunk, hogy kétkézzel szórhatjuk, szóval nyugodtan. Ó, engem már a pénz nem érdekel, jó? Tell me about the orcs. They are driven by an iron will that led them all the way here. Okay. Pitiful creatures. The orcs have come to the desert, although they cannot bear the climate and the scorching sun. If you ask me, they will all perish in the burning sand of the desert before the next summer. I'm worried about the nomads and their spiritual leaders, the water mages. Jó, mi a magusokkal? What's the problem with the water mages? The nomads follow them and their false god Adonis. We are enslaving the nomads. Homis isten, végülis az egyensúly isten. Numbers only seem to be increasing. They are pillaging our houses, raiding our caravans, and only have one thing on their minds: to drive our people, the Hashishin, from the desert. És mi a jó tesz? Kill their leaders, the water mages. They wouldn't be half as és a kamera szépen kicsitott a helyre. Jó, mindegy. Elfogadom a küldetést, de úgy fogom megcsinálni. That's easier said than done. They are distributed all over the desert. Nomads hide, protect them. Follow the tracks of the nomads in the field. You will find their spiritual leader. Beliar be with you. How many water mages are here in the desert? There are seven of them, as far as I can tell. Saturus is their leader, and the most important of them. One of them is called Vatras. He too. Jó, nem érdekel. Azt a rohadt mennyi küldetés. Jó van, a... Pult? A könyves polcok érdekelnek, ugye? Uninteresting. Yep, a könyves polcok azok, amikről tudunk is tanulni valamit. Nagy láda, a nehéz ládák azok, amik minket érdekel. Never drop your guard. Jó, ne szép. Semmi. Jó. We're keeping an eye on things. Kell egy alvóhely. Bandaró. Remélem neked van egy ágyod, mert akkor igénybe veszem. Ilyet van neki. Jó van. Aludjunk egyet reggeli, és... Még egy kicsit körbe szaladgálok. See you later. Kereskedő. Semmi érdekes. We'll both get in trouble. Hangár. Nem? Ő sem tud nekünk semmi olyat mondani. I'm gonna take a break. Jó. See you later. Felépes, semmi, lovar. Let us have our chat in peace. Sem nem tudok ettől kérdezni, ez tök jó. Mindegy. Kereskedő nem érdekes. Itt volt egy gyanús srác. Rámondta se tudunk semmit, srác. Tök jó. You'd better go now. Hasznos. Never drop your guard. Miért mindig a randomokat szólítom rá? Igen. It's all settled. Ezt a küldetést le kell adni. The fat man is in business again. See? Jó. That wasn't so hard. And you'll get a reward too. I should damn well think so. Here, take this. I suppose this is what you had in mind. I wish you success with the tasks that lie ahead of you, stranger.
Ó, szintlépés. Köszönöm szépen. Jól van. Kereskedő... Ilya... Semmi? Hát ez tök jó. Értelmes emberek kerestetnek. Tudni nem fog találni egyet se. What a load. We can talk later. Hektora, semmi. Kirk. Go mind your own bit for the first a break. Kirkkel semmi nem tudunk beszélgetni azután, amit csinált, mert nem is szólnék hozzá normál esetben. See you later. Jó, itt még volt egy kovács. Ismael. Oh. Where did you get the magic orb like? Uh-huh. I cannot remember, son of nosiness. I am but a poor blacksmith, and my pockets are empty. Oh. Now, do you remember anything about that ore? Funny, now that you say it, I do not remember. Hassan the Hasitian sold it to me, but he left town a while ago. Hassan. Igen, igen, ő volt az, akit mondtam, hogy az egyetlen gyanús ember volt kint a romokba, akinek köze lehet ahhoz a gyilkossághoz. Még az a nagy kérdés, hogy ki az, aki üzletelhetett Hassannal? Hamid, te tudsz valami érdekeset? Stay alive, we can talk later. Harcos. We're keeping an eye on things. Jó, mindegy, Orknarok, gyere! Ki vagy te? Who are you? I am Orknarok. That's jó. A strange name. Actually, my name is Oli. Uh-huh. Yeah, that's my fighting name. It comes from my time as a gladiator. Teljesen mást mondott, mint ami a fejrat volt. Na mindegy. Why don't you fight in the arena? I did. At least until Angar took me apart. And then, no one wanted to see me fight anymore. Philippe sold me to Massil for a song. Okay. You're coming with me now. I'd like nothing better. I need to do something, anything, before I go nuts here. Jól van. You gave Massil a pretty nasty scare. Hey, I just couldn't take it from him anymore, understand? The guy has no use for me anyway. I gave him a bit of a scare so he won't want to get rid of me. Well, it worked. Az biztos. Alright. Gyere csak. Még egy kicsit körülnézek. Hát, találok valami érdekeset. Jön amúgy a srác? Jön, jó. Semmi érdekes. Még egyszer körülnézek a kereskedők között. Hát, találok valakit. See you later. You'd better go, otherwise we'll get in trouble. We're keeping an eye on you. Angar, te tudsz valamit? Nem? Oké. Végül is, ez is egy módszer. Bandaró, semmi új. Még megkérdezem Nazilt is, hát ha... Nem? Őt sem... Orknarok hova? Ott jön, jó. Beszorult szerintem, see you later. Nem tudom. Tudok jelenteni a... Ami a nevének? Hol vagy? Nem tudok neki jelenteni. Orknarok ide is bejárása van. Wow. Ez is meglepet. We're keeping an eye on things. De... Még egyszer körülnézek az egész városba. Hát ott alap valami érdekeset. Valószínűleg nem fogok. See you later. De azért nem árt körbe kérdezősködni. Orknarokot most igazából békén hagyom. Hol van a... A templom? Vagy már elhagytam azt? Na mindegy. Facebook, semmi. Írja, gyere ide. Semmi, tök jó. Mindegy, még egyszer itt benézek. Mert nem tudom, hogy mikor nyílik meg esetleg egy új beszélgetés valahol. Take care of yourself. Kirkkel, vagy valakivel. First a break. Nem, Kirk sem ismeri ezt a jó embert. Vajon hol van most az Orknarokunk? Ez a nagyon jó kérdés. Mindegy, mindjárt ötöm a srácot. Még ki az, akit nem kérdeztem? Ramon... Nem, ő mindig nem tud semmi érdekeset. Hát jó, Orknarok vajon merre van? Hova szorult vajon be? Az a nagy kérdés. Nem szeretem elhagyni az embereket. itt van. Jó. Szerintem körbe-körbe szaladgált, próbált minket követni, vagy nem tudom. Jó, gyere csak. Ki kell vinnünk a romokhoz és a kövér emberhez. Elvileg le kell szállítanunk, hogy őt ide valamit kezdeni vele. Emlékeim szerint, de mondjuk azért inkább megkeresem a küldetést.
Szia, Morasul. Orknarok, orknarok. Jó. Mit orknarok az ősök templomában? Beszélj faszínban. Ki az Isten az a faszín? Az ősök templomában. Ha... Oké. Okay. Nem tudom, ki az a faszín, hogy őszinte legyek. Na mindegy. You'd better go, otherwise we'll get in trouble. Keeping an eye on things. Nincs tőle semmi küldetésem attól a faszik sráctól. Vízvágusok, jó, azt hagyjuk az összeset. Yusuf nem, aki megölte Ramirez, ezt mondjuk most csinálom. Ja. Igen, nyisd ki Morasul kapuját, Orknarok. Vidd orknarokat az ősök templomában, beszélj faszimmal. Ősök temploma. What? Oké, na mindegy. Vannak itt érdekes dolgok. Például, hogy hol a fenébe van az ősök temploma? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. You should go now. Hát ha... Nazil... Never drop your guard. Hamid... We can talk later. Semmi érdekes. Hát tök jó, na mindegy. Ére van basszus! Hogy lesz ilyen lassú? Egy kövér embert ismerek ott, meg Hassan. We're keeping an eye on things. Faszim abszolút nem is ismerős név. Gyere már gyorsabban, léci. Na mindegy. Azért magammal hozom a srácok. Hát ott tud valami érdekességet. Amúgy is egyébként a küldetés végén, hogyha el is kísérjük orknárokot Faszimhoz, aki nem tudom, hogy hol a fenében van, még akkor is egyébként jóformán ők ott se tudnak vele mit kezdeni. És mivel nem tudnak ott mit kezdeni, vele szabadon kell engednünk. Ennyi igazából. Lassabban nem megy, basszus. Ettől bizony falra lehet mászni, nem kicsit. Varának, sziasztok! Ki akarom kerülni a szörnyeket? Nem szívesen... futok bele itt. Tudjátok mi? Hát basszus! Útba vannak! Nincs sok választásom. You showed him. One filthy beast less. Oké. Valahol embereket keresek. Nem tudom, hogy hol van az a faszim, akivel elvileg beszélnem kéne. Jó lenne, hogy tök véletlen belefutni, de valószínűleg ilyen nem fog megtörténni. Felderítő... Faszim! What?! Mellette úgy fogtam és elmentem? Oké. What is that? Oké. Why are you bringing this to the temple? It's bad! Masil says it's all settled with you and that Orknarok. Has Belial's shadow abandoned you completely? Nothing is settled. Take him away. To Kalesh. I am looking for Yusuf. Tudom, hogy hol are you van, now? Trying to score with Gonzalez, huh? All I need is some information. Do you have that or not? Don't be so hasty, son of patience. Yes, I know what you need. And jó, once tudom, you fight, hol van, tök you'll mindegy. Receive a nice amount of gold. Then you can surely spare a few coins for Faszim. Jó. Your information had better be correct. Not to worry. Yusuf decided not to stay near the ruins. He has nothing left to lose. And so he chose the path through the desert. And since he hasn't got much water, he can't have made it far. I bet he's looking for a shady spot to the northeast. What's your problem with Orknarok? Old Mazir warned me. He told me what would happen once the man from the north came here. He will bring us doom. De azok mi vagyunk, nem ez a srác. What? Ezt nem kéne neki mondani. Who is this Mazir? He's an old artifact hunter. He lives here, among the ruins. The words he speaks are wise and true. And he warned me. Okay. You've still got things to do. I'm sure of that. Ezek mellett valahogy sikerült elmennem. De mindegy, azt mondta, hogy Kalesnek szállítsam le orkánrapot. Hát, ha tud vele valamit csinálni. Ez a hát jó kategória. Hogy megvan mindenki kulcs. I've got a slave for you here. Orknarok. You're bringing me a Nordmar warrior?
Take him away. I cannot use an orc mercenary. Jó, orknarok, gyere ide. I don't think I need you any longer. All right. Then I can finally go and do my own thing. Igen. Thank you. Here, take this. It will help you. Farewell. Három gyógyital. Ó, köszönöm szépen. Jó, már csak le kell adni ezt a küldetést egyébként. Azt mondja, mentés. Egy pár küldetést megcsináltam, de igazából ennyi. Még mielőtt még nekiadom a kulcsokat. I'm going to relax. You'll have to move along. Meg kéne keresnem a srácokat. Leave me alone. Köztük Hassant, hogy először is hol a rohadásban van a Hassan? Már megtaláltam egyszer, de nyers szerencsén múlott az igazából. Semmi neves, oké. Okay. Majd megpróbálom megkeresni Hassanékat. Ó, sötét ragadozó, nem érdekel. Engem csak Hassan érdekel per pillanat, mint ezeket összezedem, mert ön tök jól néz ki. Vannak ilyen, nem tudom, ilyen mélyedések, ahol csomó érdekes dolog nő. Hassan... Merre vagy? Ó! Oh. Mezi? Hát te meg ki a rohadás vagy? Te miért nem találtalak meg az előtt? Where are you headed, stranger? I'm looking okay. for a couple of artifacts here. Hell. What do you know, boy? Me too. Want to trade? Kereskedjünk. Let's... Fine. Okay. I'm pleased. By the way, I am Mazir. They call me a treasure hunter. I'm a madman and babbler, they say. But they are blind to my riches. Except okay. for Zubin. That's right. Not him. Old Zubin. But I'm rambling again. Okay. You know Zubin? Yeah. Yes. From way back. He had a couple of really good visions. But that was 70 years ago. Mi a rohadás? 70 évvel? Kicsit össze van keveredve szerintem a srác. Jól van. Tell me about your riches. I see many things. Everything that I have seen so far has also come to pass, my son. A man will come from the north and lay a terrible curse on the desert. He will open the temple of Morasul and the dead will wander across the sands of the desert. They will avenge themselves on the okay. living, because their eternal rest has been disturbed. Who opened the temple? A man from the north. He has fought many battles. He has done many a great deed. He will be the one who decides between good and evil. At first, I believed the fighter Kirk from Morasul would be this man, but I am no longer sure. I see. Show me what you found. Persze, hogy nincs nála pörölj, miért is lenne nála pörölj, na mindegy. A számszerű veszek azok mindig is jól jönnek, de akkor itt találtunk egy embert. Keresik a többi embert. Vagy a Hassan lehet, hogy erre lesz hátul. Elképzelhető. De nem vagyok benne 100%-osan biztos. Ez olyan, oh, ez olyan szétszórt egy hely. Mondjuk Hassan valahol itt kim volt inkább a pusztaság felé. Júj! Ez a romok között rohangálás, ez nekem nagyon nem bejövös. Nem itt vagy, Hassan? Nem, nem itt van, oké. Gyerünk, ugorj! Valahol, homok férjek, sziasztok! Hassan! Hassan! Merre? Jó, sziasztok, parának! Igen, nem érdekeltek. Erre! Valamit találtam régebben, azt hiszem. De már ebben sem vagyok biztos, az a helyzet. Ó, ja, itt voltak a lopakodók. Jó, jó. Akkor viszont Hassannak is a közelbe kéne lennie. Arrafele, arrafele. Érzem a szagot, gyere ide. Na. Hassan! Finally! Jól van, végre megtaláltunk. Már csak az a kérdés, mert a neve az már felmerült. Hogy ő volt az, akitől vette a kovács a dolgait. Hassan. I know that you stole the ore blanks. That's what Ramirez said too. Actually, okay. I seem to remember those were his last words. There was only screaming after that. Where are the raw ore blanks? No? I sold them some time ago. And I got a fair sum of gold for them. But okay. you will never find it.
Jó, megbosszulom Ramirez, gyere ide. I will avenge Ramirez. Keblem reulállak, gyere ide. Just try it. I will send you to Beliar. Jó, most... Bátorok! Fejvadász valószínűleg nem fogja a vesztemet okozni. Hogy miért fehérek? Miért nem pirosak vagy narancssárgák vagy valami? Oké. És egyenként leszúrhatom az összeset, basszis. Az is tök jó lesz. Oké. Na, gyertek. Jó. Ő volt az, aki először kiszerre került. Az összeset le fogom szúrni. Igazából. Még nem ez volt a másik, de mindegy. Jó van. Érsz vagyok. Hasztan. És még egy, és még ott elvileg van még egy. Ja. Ouch. Jó, de ez a küldetés az viszonylag hamar meg is volt. Jó, érmék, harcos, kardok. Hassannál pedig van egy Hassan levele. Na nézzük azt a Hassan levelét, még ezt nem, szerintem pont nem fogom tudni megnézni. Hassan levele. 10 ércöntvény érkezetben szállva kerül. Ja, igen, eléggé nyilvánvaló, hogy ez a küldetés itt, ja. Ő volt a fekete bárány. Jól van, tudjátok mit? Visszateleportálok jelentek is, utána megint visszakocogok. Hogy miért csinálom így? Igazából én sem tudom, de úgy érzem, hogy ez egy helyesebb sorrend. Hasznos küldetést azt itt tudjuk leadni a máguskának. Nem egyszerű dolog ez, nem egyszerű. We're keeping an eye on things. Hol van a mágus barátunk? Ja. I know who murdered Ramirez. Jó. And who is responsible? A Hashishin named Hassan. Hassan. Well. He worked for Nerusul, who is currently staying at Ishtar. Oh. See to it that you are granted admission to Ishtar. Oh. And sort out that Nerusul. I will exercise my influence with Suben for you. I can do no more. Oh, and I assume that Hassan has received his just punishment? I've taken care of Hassan. And the death of Ramirez is avenged. Good. Here, take this gold. You have earned it. About admission to Ishtar. If you continue working as you have here in Morasul, you will soon stand before Suben. Convince a few of the other mages, then you will be as good as admitted into Ishtar. Jó van. What exactly should I do? Oh, és itt jött a belasulásunk, jó van. Na, akkor csak a következő részbe fogunk belépni a templomba. If he really is behind the ore theft. And what if he is? Then teach him a final lesson. My people may be a group of gold-hungry bastards, but we will never allow miserable thieves like Hassan to gain power and wealth. Jó van, akkor ez a küldetés itt finished, mondjuk még azért González-e semmi szót nem tudok váltani, tök jó. Hát ez van, ami azt illeti, akkor a következő részben most már tényleg kinyitjuk a templomot, erre a részre terveztem, de annyi küldetés volt meg rohangálás, hogy hát ja, sad story, de ez ilyen. Na de akkor a következő részben templom kinyitás és élőholtvadászat már megint. Szóval akkor a következő részig is, ha esetleg kérdésetek lenne vagy egyéb tippetek a játékok kapcsolatban, akkor írjatok dalóra egy kommentet, vagy YouTube-ra egy leletet, az e-mail címemre egy levelet, amit a leírásban találhattok. Gyerünk! Csak egy kicsit, de amúgy nem is hardal a karakterünk ilyenkor, ez tök jó. Na, szóval akkor a következő részig is... Sziasztok!